Kulturális műsorok és fellépők váltották egymást a színpadon a szexárdi szüreti napok pénteki hivatalos megnyitójának ideje alatt. A rendezvény sorozat fővédnöke idén Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Ő azt mondta, az elmúlt években többször is volt alkalma a városba látogatni, legközelebb pedig akkor akar jönni, amikor átadja a sportuszodát, aminek a kivitelezését az állam átvette az önkormányzattól. De legközelebb akkor fogok csak jönni, hogyha úszodaavatóra jöhetek, ezt megértem. Ezt megértem alpolgármester úrnak és képviselőtársamnak is, hiszen az elmúlt években Szekszárd nagyon sokat fejlődött, hogyha valaki nem naponta jár ebben a csodálatos városban, csak úgy, mint én, mondjuk évente, akkor látja azt a fejlődést, ami itt történt, de egy fontos adósságunk van, és ezt mindenféleképpen törleszteni kell. Arany János írt sok csodálatos verset, ebből az egyiknek a címe a Vén Gulyás. És Vén Gulyásból szeretnék néhány sort idézni. Egy pohár bor kezében, bora elfogy, keze reszket, Vén Gulyás ül karosszékben, múlt időkre emlékeztet. Hosszú évsor nyomja vállát, százesztendőt emlegetnek, elég volna hagyománynak, elég volna történetnek. Valahányszor gondolkodom, ez a legvonzóbb jövőkép, amit saját magam számára el tudok képzelni. És hogy milyen bort érdemes ma Magyarországon inni, nehéz lenne azt vitatni, hogy a vörösborok között a legjobb vörösborok azok itt vannak Szekszárdon. Hoppá, képviselőtársam nincs abban a helyzetben, hogy ezt kimondja, mégiscsak Pécsen választották meg egyéni körzetben képviselőnek, de miután engem hasonló veszély nem fenyeget, ezért valóban két kiemelkedően jó vörösboros régió van az országban, Szekszárd és Villány, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt a versenyt Szekszárd nyeri. Összességében is büszkék lehetünk arra az útra, amit az állami borászatok borzalmas minőségi borai óta, a rendszerváltást követően eltelt bő 3 évtizedben a magyar bor bejárt. Kiváló borok kaphatóak és fogyaszthatóak, és itt Szekszárdon pedig valóban a bőség zavarával küzdünk, akár fehérborról, akár rozéborról, gondoljunk Duzsira, a Ruzé királyra, vagy akár vörösborokról legyen szó. Egy biztos, hogy ha a maradandót keressük, és ma már itt Hamvas Bélának pikánsnak tekinthető borokra is vonatkozó sorait képviselőtársam idézte, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy itt Szekszárdon a mesés tájak, a gyönyörű nők és a remek borok világában, ha az állandót keressük, akkor szintén Hamvas Bélához kell forduljunk, aki azt mondta, hogy végül ketten maradnak az Isten és a bor. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, rendszeres résztvevője a szekszárdi szüreti napok rendezvényeinek. Ő most arról beszélt, ez a világ legjobb borfesztiválja. Nem érdemtelenül, mint ahogyan 1987-ben sem érdemtelenül ítélte a nemzetközi zsűri a szőlő és bor városa címet Szekszárdnak. Annak a városnak és annak a térségnek, amiről elmondhatjuk, hogy az egyik talán a legdinamikusabban fejlődő borvidék Magyarországon. Ha Kadarkáról és Bikavérről van szó, és erről folyik a diskurzus, akkor Szekszárd megkerülhetetlen. Ebben a térségben, ebben a borvidékben van 2100 hektár szőlő, 14000 tonna szőlőt szüretelnek, és közel 100000 hektoliter bort állítanak elő. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a szekszárdiak identitásának szerves részét képezik a helyi szüreti napok. De nem csak az identitásunk része, a gyökereink része, ez a mostani rendezvény, a származásunk, hogy honnan indultunk, hanem a szüreti fesztivál az összefogásnak is a jelképe. Hiszen ahhoz, hogy ez a nemes rendezvény megvalósuljon, a kiváló szőlészek, borászok mellett nagyon sok szponzornak a támogatása is kell. És szeretném megköszönni a fesztivál valamennyi szponzorának is a támogatását, hiszen ezek a forintoknak az összessége adja azt, hogy valóban ezen a hétvégén több tízezren felhőtlenül szórakozzunk. Hoppá Péter, kultúráért felelős kormánybiztos ünnepi köszöntőjében azt emelte ki, hogy Szekszárd és az itt termelt kiváló borok több kiemelkedő hazai művészt is megihlettek már. Emlékezetünkben és történelemismeretünkben, irodalom tanulmányainkban
ott van ez a város, mint amely város a múzsák lakhelye volt az elmúlt évszázadokban. Hiszen a 19. századnak is volt egy Puskás Ference, akiről ismerték a magyarokat. Ő pedig a zongora Paganinie volt, Liszt Ferenc, aki szinte hazajárt kicsi túlzással Szekszárdra. És aztán jött Garai János, aki a térség identitásának egyik meghatározó szereplője, és ugye a Szekszárdon született és színésznőt szeretett Babits Mihályt is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondta, az idei évben hosszú idő után végre minden adott egy remek hangulatú fesztiválhoz. Soha nem látott módon 2020-ban nem tarthattuk meg a születi napokat a járványhelyzet miatt. Hasonló okokból 2021-ben csak őszi fesztivál néven korlátozott létszámban ünnepelhettük együtt a születet, tavaly pedig az időjárás fordult ellenünk, és a biztonság miatt eddig példátlanul le kellett fújnunk a születi napok ékességét jelentő felvonulást. Különlegesnek ígérkezik tehát az idei találkozónk, mert most látszólag semmi nem zavarja a felhőtlen együttlétet. A szekszárdi születi napok szervezői vasárnapig több 10 000 vendéget várnak a Tolnai vármegye székhelyre.